Nem is húzom tovább a szót, mert nem lesz időm egyszerűen. Action 52 nevű játékot szeretném bemutatni, ami szerintem rosszabb, mint a Robodemons, a Homonon 2 és a Back to the Future együttvével. Hú, érdekes ez a zene. Jajjaj. Ne beszélj hozzám, szemét. Na, első játékot kezdjünk is. Firepeder, vagyis Firepeders, ami egyszerűen nem fér ki. Nos, hogy miért nem mozog a második játékos, az egyértelmű. Ide kéne szerezni a másik játékost, hogy játszassam ezt a vackot. Ez kb. Élvezetes 5 percig. Bizony, bizony. Jön a másik játék, Star Evil. Ez egy shooter játék. Könyörgöm! Oda raktak egy blokkot a pálya legelejére. Hát ez... Ott mitől sérültem meg? Na mindegy, tehát hogyha ezt nevezzük az Action 52-ban kihívásnak, megint sérültem. Ezt nevezzük kihívásnak, akkor gratulálok. Hát a könyörgöm! Hát hozzá nem értem a falhoz. Uramisten, ott az elfelet, simán be vannak szorulva a falba. Tök jó! Ellenfélik egy kastély. Ő be tud menni a falba. Tök jó. De én be tudok menni? Így van, nem tudok bemenni. Ájjájjáj. Dögöljön már meg ez a kastély. Már kezd a mundi. Második pálya. És ugyanígy kezdődik. Blokkot beraknak. Ott az ellenfél. Mindjárt pikpak, eltűnik. Tök jó. És ugyanaz a fő ellenfél. Tehát változatosság ebben a játékban megint csak nincs. Lássuk a harmadik pálya fő ellenfélét. Ó, déjà vu érzésem van. Ezt mintha már láttam volna kétszer. Ajajaj. Most erre mit mondjak? No comment. Negyedik pálya. Ami már el sem indul. Mert egyszerűen lefagy, és nincsen kép. Tehát, hogy összefoglaljam, egyszerűen három pályában áll a játék. Fantasztikus. Harmadik játék. Illuminátor. Majmot irányítok. Az a lényeg, hogy az ellenfeleket lőjem, hogy legyen világosság. Mert nem, eltűnik a fény, és lő világosság. Aj, de mit mondjak? Megmutatom, hogy milyen az, amikor meghalok. Figyeljétek! Egy szarkupac lettem. Hetedik pálya, ott a képernyő legalján figyeljétek. Megjelenik a szarkupac teteje, tehát nem ám, hogy eltűnnék. Nem. Ott maradok a képernyő alján. Ajajaj, negyedik játék. GeForce Fugt, tehát GeForce Fighters, gondolom. És ez is egy shooter játék, úgy mint a Action 52 nevű játékok többsége. Haj. Nem szabad elszállni ott a képernyő alján és tetején levő... Mi az? Kábelkötegeket? Vagy mi az? Nem tudom, mi akar az enni. Turbogyilok. Ah. Itt a első pálya vége, és figyeljétek, semmi nem jelzi azt, hogy vége a pályának. Ennyi. És hogy még egyszerűbb legyen a játék, menjetek a képernyő legaljára, és egyszerűen hagyjátok ott a gépet. Figyeljétek! Nem emlékeztetesz titeket valamire? De, bizony. Aladdin 2, szönyeges pálya. Ugyanez. Nem pazarlom tovább erre a szót és a képet. Jön az ötödik játék, az ÜZ! Bocsánat. Takonyországba kerültem. Egy pánkkal, zöld hajuk. Na, hogy már így halok meg, hogy elolvadok, takony leszek. Zöld hajú pánkból, részen takony. Megmutatom ezt még egyszer, ilyen az, amikor meghalok. Megjelenek a képernyő tetején, amikor leesek. Ó, hát programozás fellegvára. Itt az első pálya vége. Itt se jelzi semmi, hogy vége lenne a pályának. Plik, második pálya. Na és amíg a második pályát tudom, elég egyszerű ez a második pálya egyébként. Tehát ennek átlak van egy kis háttérsztoria. Az Active Enterprises kiírt egy sorsolást, hogy aki végigmegy az ötödik pályán, az bekerül egy sorsolásba, akik között kisorosolnak 104 ezer dollárt. Na már most. Egy a gond ez az egésszel, kérem. Ez itt. Az egyszerűen... Kiakad a második pálya után a játék. Tisztán olyan, mint a venné egy sorsügyet, és jön egy Chuck Norris, és arcba körbe pörgődünk, mert egyszerűen nem tudod végigjátszani.
Aj, Reset. Hatodik játék. Silver Sword. Hú, lássuk. Ajha, hatalmasak a káposzták. Ó, lefele nyilakat lövöldözök. Mert azok azok. Azok a bogarak. Nem ám, hogy lovakat kellene írtanom. Nem. Bogarakat. Inkább használk egy Rage Prayt könyörgöm, mint hogy ezzel játszok. Ja, egyébként semmi energia szint nincsen ebben a játékban. Kéne legyen. Egyébként nem tudom, hogy hány találatot van még. Hány találatot kell, mielőtt elmondkozzatok. Nekem tisztek sokkal jobb az, hogy meghaltok, mint ezzel a szarra kell játszok. Ajajaj. Egyek előre se jobbra, se balra nem fordulok, és csak lövöldözöm a lefele nyilakat. Hú, ez kihívás. Ha ezt nevezik kihívásnak, akkor gratulálok komolyan. Ajha. Meghaltam, éljen! Ki is lépek ebbe a francból. Jön a következő, kritikál Böb... Ugye nem kritikál Budapest. Nem, kritikál Bypass, jól megijedtem. Kérem szépen, döngetjük itt az Atari szintjét grafikailag. Szinte alig van szín ebben a játékban. De hogy mit akar a videó, azt ne tőlem kérdezzétek. Egyszerűen szar a gépen. És mit mondjak erre? Egyszerűen nem tudom, mit kell csinálni. Gondolom, hogy a Tetris kockákba nem lehet belemenni, hogy megdöglök. Balassa sarokban az ott az energia szintem, ami egyre kisebb, nem csodálom. De ezt se találtam, úristen! Ki is lépek. Jön a 8. játék az 52-ből, az a neve, hogy Jupiterscope. Hát, lássuk. Úristen! Itt bejön egy szabály a játékba, hogyha folyamatosan lövöldözöd, nem jönnek meg az ellenfelek. Tehát, hogyha ezt csinálod, akkor 10 év múlva, hogyha menne még folyamatosan a gépet, ez történne. No comment. Most jön akkor a legjobb játék az 52-ből, az a neve, hogy Alfredo. Tetszeni fog ám nektek is. Azon kívül, hogy el se indul, mert nem indul el. Tehát ez a legjobb játék eddig szerintem. Jön a 10. Operation Moon. Operation Full Moon, bocs. Ajha, kell nekem lefelé gombot nyomni. Tehát ennyi kérdésem. Mitől lett fika zöld a hold? Mitől egyszerűen? Nem kéne zöldnek lennie. Aj, elég is volt. 11. játék. Dam Busters. Wow. Mici mackot irányítom? Végtelen mennyiségű epret lövök ki magamból? Na ne! Mitől zöld és piros az a két medve? Utáns medvéket lövök? Mi a francról szól ez a játék? Mitől jelenik meg hirtelen az ellenfél? Mi ennek az egésznek az értelme? Minek játszok én ezzel egyáltalán? Valaki válaszolja már meg ezeket a kérdéseket. Az ott egy panda? Egy veszélyeztetett fajt öltem meg én az előbb? Uramisten! Ez a játék szadisztikus! Második pálya. Nem is mutatom, mert ugyanaz, mint az első szinte, és... Így van! Semmi befejezés! Visszadom az első pályára! Elég volt. Következik a 12. Thrusters. Ó. Ezt most egyszerűen nem mondhatja komolyan, hogy én most egy pénisz irányítok, ami répa levet lő ki magából. Ezt nem mondják komolyan, és itt is ugyanez van. Folyamatosan lövöldöző, nem érnek meg az ellenfelek. Tehát így simán végig lehetne menni a játék. De én nem végig menni, mert egyszerűen nincsen időm rá. Mert 10 perces keretem van, mert hülye YouTube. Tök mindegy. 12. játék, vagy 13. bocsánat. Haunted Halls. Egy nővel megyek. Nem emlékeztetesz titeket valamire? Az ugrás is emlékeztet engem valamire, mert szerintem ez Metroid. Úristen! Csak nem megelőszakott egy banánhéj. Hát mindegy, folytatás következik. Sziasztok!